megosztjuk a járókelőket, hogy a devizahiteles autósorok menete megérkezett az OTP elé, és petíciót kíván átnyújtani az OTP vezérigazgatójának. Kíváncsian várjuk, hogy kit fognak kiküldeni, egy portást vagy egy katonai küldőt. Reméljük, hogy magában Csányi Sándor az OTP elnöke fog kijönni és rendelni a petíciót. Ha nem így lesz, akkor sem fogunk csalódni. Elég volt a tüzemából, elég volt a családból, nem tűnjük tovább a kiposztást. Ma már 100%-osan bizonyított tény, hogy Magyarország bankjai csaltak, hazudtak, és a devizahitellel kapcsolatosan tönkretették az egész magyar társadalmat. Szeretettel várjuk az OTP bank képviselőjét, hogy megjárt petíciókat, és kifejezzük az óhajunkat, hogy a magyar kormány eltárgyaljon a kiposztóinkkal, nincs külön társadalmára van szövetséggel, több évek keresztül kérünk őket a kigényes probléma rendezésére, idáig nem foglalkoztak velünk, sem a petícióinkat nem vették át, sem a leveleinkre nem válaszoltak, ugyanezt történt szegélyelmi sem válaszolt. Kifeltételően a petíciókra, ezért úgy döntöttünk, hogy állampolgári ellenállást tanúsítunk, és mindaddig folytatjuk az ellenállást, amíg a kiposztóinkat méltó helyünkre a börtönbe nem küldjük. Kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány egyetlen egy forinttal is megtámogassa a bankokat a magyar költségvetésből. A magyar költségvetés, a magyar állampolgárok pénze, az más szociális dolgokra kell elkölteni, nem pedig a külföldi bankok megsegítésére. Nincsen szükség külföldi bankokra Magyarországon. Nagyon szeretnénk, ha a magyar OTP tulajdonjoga újból 100%-ig magyar tulajdonra lenne. Ma már kristálytisztán tudjuk, hogy az OTP 70%-ig külföldi tulajdonban van, és az ország legnagyobb kilakója. Ma már ott tartunk, hogy úgy látjuk, hogy politikai akarat is van a devizahiteles probléma megoldására, csak még mindig fél úton járunk. A napokban már zárjára az államokkal is úgy nyilatkozott, hogy Csányi Sándor egy uzsorás. Ha pedig ez így van, és Lázár János ezt bizonyítani tudja, akkor tegye meg a feljelentését, az ügyészségre bizonyítsák be, és távolítsák el az ország legnagyobb bankjának élnélő Csányi János Sándor. Itt állunk és várunk, hogy ezt kivel akar kinyerni senki, de nem baj, mi ráérünk. Ma még mégis elkérjük a megoldást. Kifejezetten kérjük a magyar kormányt, hogy ne tárgyaljon a bűnözőkkel, a bankszövetséggel, Csányi Sándorokkal, mert bűnözőkkel nem tárgyalni szoktunk, hanem bíróságokkal járítjuk őket, és jól megérdemelt börtönbüntetést kell nekik megítélni, és a börtönbüntetés keretén is belül legalább 5 évig kívánjában kell őket dolgoztatni. Tönkretették az egész magyar társadalmat, és hihalásznak a mi pénzünkön. Elegünk volt ebből, tovább megkérünk ebből, az egész magyar társadalom nevében követeljük, hogy a devizahiteles bugit azonnal szüntessék meg, és a legeslegfontosabb, hogy a kormány még a mai napon állítsa meg a tudatosításokat és a végrehajtásokat, ugyanis csalásokon alapuló közjegyzői okiratok alapján történnek ma Magyarországon a kilakoltatások. Évek óta mondjuk, és nem hallgatják meg. Azóta több tízezer családot tettek ki az utcára, több ezer családból a családfő, a nagyobb magamért, az apuka öngyilkos lett, azért, mert a pénzügyi oligarchák ilyen személyfogó viselkedtek Magyarországon, ahogy az elmúlt 8-10 évben tették.
Felhívjuk a kormányfigyelmét arra, hogy nem kell utogatni visszafele a 8 évre, mert a 2001-es törvények alapján őt tették lehetővé, a mai kormány tette lehetővé a devizahitelezés hitelezés Magyarországon. De amit mindenben látják, hogy ez a hitelezési forma, ez a magyar társadalmat tönkreteszi, akkor úgy a kötelességet a kormánynak a folyamatot meg akadályozni. Az első lépés, hogy megállítják a kivakoltatásokat és felfüggesztik a végrehajtási záradékokat. Teljesen nevetséges az, hogy a bankszövetség mondja meg a magyar kormánynak, hogy a magyar kormány mit tehet. A magyar kormány egyetlen egy dolgot tehet. Képviselni inkább a magyar választók érdekeit. A magyar választók érdeke pedig az, hogy Magyarországon tisztességes bankok működjenek, és soha senki banki tartozás miatt utcára lekerülhessen. De ez sajnos igaz a közüzemi cégekre is, mert most már a közüzemi cégek is 100.000 forintos tartozások miatt rakják ki az embereket az önkormányzati lakásokból az utcára. És az, hogy a közüzemi cégek milyen magasságban dolgoznak, a semmi másnak nem köszönhető, mint a Magyarországon bevezetett devizahitelezési útja, ami az egész magyar kereskedelmet, a magyar gazdaságot tönkretette.